Az előző évekhez hasonlóan az idei esztendőben is január elejétől a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. Kertészeti dolgozói elkezdték az egynyári növények magról vetését, palánta nevelését, a kikelt növények tűzdelését és a futómuskátlik gyökeres hajtásdugványok cserébe való ültetését. A növényházakban 100 000 darab egynyári és 10 000 tő cserepes növényt termeltek meg. Jelenleg az egynyári növények előkészítésén dolgoznak azért, hogy májusban megkezdhessék a kiültetéseket Szerencs közterületeire. Már ezen a héten elkezdtük az ágyások előkészítését, karnagumók ültetését már megkezdtük, amit ugye még most csak a földbe ugye a gumókat beültettük. Az egynyári palántáinkat viszont már a jövő héten, tehát folyamatosan készítjük elő az ágyásokat, és a jövő héten már megkezdjük az egynyári virágok kiültetését. Hát ezeket a növényeket egy 8-10 fővel állítatom elő. Ugye ezek nagy része ugye közfoglalkoztatott emberek, sőt azt lehet mondani, hogy 95%-ában közfoglalkoztatottak, mert én büszke is vagyok, ugye, mert azért nem kertészek, tehát abszolút nem tartozik a munkakörükhöz, meg szakmájukhoz nem vonatkozik ez a munka, de hál' Istennek ugye becsületesen és nagy odafigyeléssel végzik el ezt a munkát. A kertészet vezetője hangsúlyozta, hogy a megtermelt virágok nagy része a városban kialakított virágágyásokba, kandelláberekben helyezik el, azonban a megmaradt növényeket a helyiek meg is vásárolhatják. Az előző évi nagy szárazság miatt a virágfelületek nagyságát csökkentették, ezeket az ágyásokat füvesítették, örökzöldeket ültettek bele. A dolgozókra most különösen nagy teher hárul, hiszen rövidített munkaidőben végzik feladataikat azért, hogy ezzel is óvják a munkavállalók egészségét.